jövök ide az elején, hogy egyrészt beszéljek az álmaimról, hogy ugye miket gondoltam én erre a koncertre, aztán az élet elvégezte a dolgát, és egy kicsit más lett, mint ahogy elképzeltem. De hát, hogy hogyan is jöttünk mi így össze, ennyien. Hát ez úgy történt, hogy Szabó Attilával az igazgató, a Bám Színház igazgatójával már mi régen álmodoztunk ilyen dolgokról, hogy az egész jazz világot valamilyen formában, színházi formában megjeleníteni. Hiszen ma már a koncert a színpadi megjelenéshez azért kellene, én szerintem most már szükséges egy kicsi látványelem is. Na most, mivel adott volt, hogy azért mi itt a Báb Színházban azért fél évenként, fél éves, illetve évvégi tanszaki koncerteket csinálom, úgy gondoltam, hogy azért be lehet vonni ebbe a dologba a Báb Színházat. És itt szeretném megköszönni Szabó Attilának a közreműködését és a hozzáállását az egészhez, hogy ebben segítette mind a zenekar és mind a tanszak munkáját. Aztán... Aztán van nekünk az iskolában Bartók Béla Szakgimnázium per pillanat 50 éves fennállását, jubileumát ünnepeli. És hát mostanában minden hónapban egy-egy tanszak megkapta a feladatot, hogy azért ezt valahogy népszerűsítsük, ezt a részét, hogy 50 évesek vagyunk. Én már az vagyok egyébként. De az az igazság, hogy ez a tanszak, hogyha most visszagondolok, összesen 17 éve van jelen az iskola életében. Azóta nagyon sok jó növendéket és most már lassan sok jazz, fiatal jazzművészt neveltünk ki a kollégáimmal, a tanszakon lévő tanárokkal, úgyhogy ezúttal is szeretném nekik megköszönni az előző éveket, és hogy együtt dolgozhattunk, és ennyi sok fiatal művészt ki tudtunk nevelni ennyi idő alatt. Úgyhogy a kollégáim Kacsonyák Gábor, Csakó Péter, jelenleg Kaza Ági az énektanárunk, és ugye jó magam, dolgozunk azért már elég régóta. Hát ebben gondoltam, hogy rendezzünk egy kicsit az alapgyökerekhez menjünk vissza, és hát ugye mihez menjünk vissza, ha nem a kreolokhoz, hiszen ők tették a színpadra először a jazz világán. Na most Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, és hát én már rögtön elkezdtem képekbe meg mindenbe gondolkozni. Sőt, hát azt gondolom, hogy van ennek egy tánc jellege, ez a kreol tánc, amit ezen a színpadon sajnos nem sikerült megjeleníteni, de azért nem adom fel, eléggé harcos típus vagyok, úgyhogy lehet, hogy legközelebb még ez be fog jönni, hogy már az is lesz, hogy azért itt ilyen kreol táncos emberek és kreol táncot fognak itt előadni. Aztán a másik. Armstrongnak a kedvenc étele a dzsambolája. Én gondoltam azt is, hát ez különböző technikai okok miatt megint nem sikerült, és így lenne teljes a jazz karnevál, hogyha maga a kreol ételeket is meg tudná, a kedves közönség meg tudná kóstolni azokat az ételeket. Ez a dzsambolája, ez egy ilyen csirkés, kolbászos, lecsós egytál étel, ez ilyen rizses hús jellegű. De biztos, hogy nagyon finom. És hát akkor így lenne teljes a karnevál, és így lenne ezt az egészet megismerni. De én azt gondolom, hogy erre majd lesz lehetőség, és akkor így szeretném egyáltalán az iskolának megköszönni, hogy támogatja a tanszakot, és hogy folyamatosan tudunk dolgozni a kollégáimnak a munkáját, és nem elsősorban a Dixieland zenekaromnak a szervező képességét, hogy ebbe az egész dologba beszálltak, hiszen ha ők nem lettek volna, akkor ez a
koncert sem jön létre, úgyhogy köszönöm szépen a Miskolc Dixielandnek. Kedves szavakat köszönjük Bunzik tanár úrnak, hogy Miskolcon a jazz tanszak és azoknak a tanárok, akik ott tanítanak, Gábor és akik felsoroltak, Jussi, Czakó Péter, Ági, ugye, hogy ez megy, és igazából nagyon sok jó zenészt adtak már Magyarországnak, meg a világnak, azt mondhatom, mert sokfelé lehet azért hallani azokat a neveket, akik közül, ugye itt ők kezdték el a jazzzene apróságait nevelni. Úgyhogy következik az első szám a második blokkban, szintén egy Louis Armstrong produkció, Strutting with Some Barbecue. Az érdekessége, hogy Louis Armstrong első felesége a szerző, úgyhogy most ezért váltak el utána, vagy a részleteket nem tudjuk, viszont a dal jó lett, további kellemes szórakozás kívánok. Száma volt, ifjú korában a Someday You Will Be Sorry című dal már egészen a 30-as évek elején műsorára került, úgyhogy most ezt a kort idézzük meg ezzel a Someday You Will Be Sorry néhány nap és megbocsájtasz.
us grow. Yeah. I was the one you thought all that you know. And your friends find you probably singing all the song. So mama, good luck. Baby, would you baba rubber baba sabba the day? And for the future, have no fear. Yes, there won't be another. Just to treat you like your brother. Someday you'll be sorry. Dear trumpet man.
much. Köszönjük szépen, még maradunk egy dal elejéig, még mi a színpadon, és csatlakozik hozzánk a Csodamalom Bábszínház művészeti koreográfiája. A dal címe On a Slow Boat to China, a 40-es évekből származik, amik a Broadway korszakon a filmvilágban megindult, ugye, ahogy a filmek alatt swing zene szólt, és ez egy nagyon kedves dal, mert nekem egy nagy kedvencem Dean Martin előadásában egy hihetetlen figurantom, aki ismeri, nagyon sok western filmben szerepelt egyébként Dean Martin. Ő énekelte, nagyon sok swing dala van, nagyon kellemes hanggal, úgyhogy ezt a dalt fogjuk eljátszani. A Slow Boat to China, vagyis egy lassú hajón Kína felé. I love to get you on a slow boat to China. And keep you in my arms evermore. Leave all your lovers waiting on the faraway shore, out on the brine where the moon is big and shining, melting your heart of snow. I love you. I love you, get you.
természetet. Köszönjük is a fiatal muzsikusok, ki a színpad, folytatják ők a produkciót. Még én kérek szót. Picit kalandozzuk a filmek világában New Orleans-szal kapcsolatban. New Orleans rengeteg híres emberrel gazdagította a földünket, sportolók, művészek, politikusok közül talán egy filmszínésznőt hagy emeljek ki, akit valószínűleg a fiatalok is jól ismerhetnek. New Orleans híres fölte Reese Witherspoon, aki a Dr. Sussi című alkotásban nyújtott felejthetetlen alakításokunk számára. És még egy filmes kapcsolat. Biztos, hogy önök közül sokan látták a Mrs. Doubtfire című alkotást Robin Williams-el és Pierce Brosnan-en a főszerepben. Van benne egy jelenet, amikor egy étteremben vannak, és Robin Williamsnek egyszerre kell dadusként, illetve a főnök előtt férfiúi mivoltában megjelenni, és ez elég vicces, ahogy a két helyszín között ingázva egyre jobban elveszti identitását, és a végén természetesen lebukik. Kérdezhetik, hogy mi köze ennek New Orleanshoz. Ebben a jelenetben Pierce Brosnan rendel egy ételt. Nem tudom, hogy valaki emlékszik-e a filmből, nagyon furcsa hangzású neve van. Ez a jambalaya, ez egy speciális, New Orleans és környéke híres, mondhatni már nemzeti étele, csirkés, kolbászos, sok zöldséggel és rendkívül fűszeres, ezért volt arra alkalmas, hogy a Robin Williams elrejtsen benne valami olyan anyagot, amire mindenféle kiütések és rohamok törtek ki Pierce Brosnan, de természetesen megúsztunk mindent. Mi is következik most? A következő szám címe Unforgettable, azaz felejthetetlen, hogy is felejthetném el. 1951-ben készül, és még abban az évben Nat King Cole készít elő egy emlékezetes felvétel. A dolog érdekesség, hogy 10 év elteltével 1961-ben újból ugyanazzal a hangszereléssel még egyszer rögzíti, nem tetszenek elhívni miért. Csak azért, mert az már sztereó. Ilyen a történelem. Ezután következik Thelonious Monk egy kompozíciója, címe Straight No Chaser. Thelonious Monk munkásságának azt hiszem ez az egyik olyan darabja, amit a legtöbben átemeltek, illetve legtöbben feldolgoztak és a saját műsorukat tűztek. Majd következik egy harmadik mű, aminek a címe Donnelly, és a szerzőségek körül elég izgalmas történetek kerülnek. Ha jól emlékszem, ugye mindenki Charlie Parkernek tulajdonítja, azonban nem az övé, pedig még a különböző jazz standardeket rögzítő amerikai kiadású kottákban is itt szerepel, de a történet valószínűleg úgy zajlott, hogy Miles Davis rögzített egy lemezt, amin kizárólag Charlie Parker darabokat dolgozott fel, és a lemez legutolsó számaként ez a Donnelly került rögzítésre, ami hogyhogy nem a kiadó elírta, ugyanis Miles Davis egyik korai saját szerzeménye volt, de automatikusan 10-valahanyadik trackként ezt is Charlie Parkernek tulajdonították, és ez azóta sem lett kijelölve sehol, tehát a művelt világ és a zenészek nagy része is úgy gondolja, hogy Charlie Parker művész nevén Bird kompozíciója, holott valójában ma este lelepleztük, Miles Davis kompozíciát fogják hallani. Kérem, fogadják szeretettel! A Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium jazz tanszakának unforgettable, but you are like a love, but now I need to be, and because of you, I need to be ever before someone be more unforgettable. That's what you are. Oh, I
Thank you.
Thank you.
második félidejének is a derekán, és már itt a vége fele közeledünk. Visszatérünk egy picit még egy szám erejéig most szintén Louis Armstrong világához. When You're Smiling. Na ez a dal az, ami azon pár dal közé tartozik a jazz zene történetben, amelyet roppant sokszor feldolgoztak. Nagyon sok tempóban, nagyon sokféle stílusban, hallottam már boogie-woogie-ban, vagy az eredeti lassú szlóvos változatban csinálják ilyen mixisen. Tehát mi megpróbáljuk azt a verziót választani, amit a legjobban a szívünkhöz közel áll, úgyhogy fogadják nagy szeretettel, amikor mosolyogsz. When you're smiling. És Gábor még itt visszaépíti a szerelést, ugye, mert hát így alakult, hogy mindenki magáéval formálja a dobszál, és meg vagy Gábor, akkor kezdjük is a When you're smiling. Thank you.
még egy dal elejéig érintjük nem csak Louis Armstrong világát, hanem egy picit a Duke Ellington korszakát, hiszen Billy Strayhorn, aki az ő kreol származású szerzőtársa volt, nagyon sok Duke Ellington számot ő írt, például az I Don't Mean a Thing címűt is, ami Duke Ellington első korai szakaszából való, amikor még nem big bandet vezetett, hanem hasonló tradicionális felállású jazz zenekara volt Duke Ellingtonnak. Következik ez a I Don't Mean a Thing. Én meg kicsit itt addig elveszem a mikrofont, hogy mindenki elférjen. És még ebben a dalban is a Csodamalom Bárszínház
koreográfiáját fogjuk látni, úgyhogy ez a vége felé, ezzel megyünk neki az éjszakának, és bízom abban, hogy szép emlékekkel fog mindenki távozni. Ma este következik most a karaván.
Bockó Tamás, Kéki Viktor, Marton Lóránt, Susányi Márk, Szombati Máté, Petrik Patrik és tanáruk Kacsonyák Gábor. Aki a jazz tanszak vezetője. És végül a Csodomalom Bábszínház művészei Erdős Teréz, Hajdú Imelda, Tóth Fanni, és a művészeti vezető Szabó Attila. Valamennyi nevében szeretném megköszönni Polacsek Zoltánnak, hogy láthatóvá, és Hajdú Zénónak és Cselepák Robertnek, hogy hallhatóvá tették a ma estét. Önöknek pedig szeretném valamennyi nevében megköszönni, hogy ezt a közel 3 órát ránk szánták az életükből, és jelenlétükkel számunkra is ünnepítették ezt a ma estét. Remélem nem bántták meg, és egy pici vidámságot csempésztük ebbe a zor télvégi időjárásba önöknek. Nekünk nagyon jól esett ez a ma este. Köszönjük szépen, és amíg nagyon tapsolnak, szerintem ráadás is lesz. Én azt mondom, hogy hozzá, hogy ugye itt a teve itt meghalt, itt
SES nem jött volna létre, hogy nincs a nemzeti kulturális alap. Thank you.
nagyon szépen köszönjük mindenkinek ezt a ma estet, köszönjük a figyelmet. Akkor nem mondtad a DC-ből, holnap jöhet a színházba este 8-től DC-ből, úgyhogy szeretem, nem várjuk mindenkinek.